A sportstatisztika.blog.hu felmérései szerint városunkban a MOLPIK Szeged mérkőzéseire voltak a legtöbben kíváncsiak a 2017-2018-as szezon őszi felében. Fontos kiemelni, hogy ezek az adatok csak a hazai bajnoki találkozókra vonatkoznak. A pásztor alakulatot 11 mérkőzésen átlagban több mint 1700-an bíztatták, és összesen 18.900 néző volt kint. A sportcsarnok lelátójának tehát több mint fele foglalt volt, és ez a tavalyi évhez képest 9%-os növekedést jelent. Tovább nőtt a Naturtex STS Szedál gárdájának népszerűsége is. A kosár meccseken 1000-hez közelít az átlag nézőszám 6 találkozó után. Összesen 5600-an váltottak jegyet. Ez ugyan nem éri el a csarnok 30%-os kihasználtságát, de Magyarország valamennyi első osztályú klubcsapata közül a Szedák produkálta a legnagyobb nézőszám növekedést a tavalyi szezonhoz képest, 94%-kal többen mentek kiszurkolni. A Contitex Szegedi Apollo férfi vízilabda csapatának adatai kicsit csalókák, hiszen mindössze 2 hazai mérkőzést játszottak ősszel, közel 300-an így is kíváncsiak voltak a Varga tanítványokra. Harmada így is megtelt a felújított uszoda nézőterének, ez pedig 7%-os növekedést jelent a tavalyi szezonhoz képest, de teljes képet majd csak a tavaszi szezon elemzésével kaphatunk.